127 éves a Miskolci villamos közlekedés, ebből az alkalomból szerdán kigördül a remízből a Piros Tátra, a Bécsi és a 100-as pályaszámú FVV villamos is. A nosztalgia járatok az utasok kérésére ezúttal kora délutántól estig közlekednek. Az MVK ezeknek a szerelvényeknek a közlekedtetésével azokra szeretne emlékezni, akik 1897. július 10-én lehetővé tették és elindították a villamos közlekedést Miskolcon. Az MVK telephelyén pihennek a nosztalgia járművek. A 62 éves 100-as jelzésű villamos, az 55 éves Bécsi és a csaknem 40 éves Tátra is. A közlekedési társaság múzeális értékű járművei azonban szerdán újra kigördülnek a remízből. Jelenleg itt tartózkodunk az MVK fedett kocsi színjében. Itt tároljuk a nosztalgia járműveket. Majd mögöttem áll az a 100-as villamos, ami ki fog majd menni a szerdai napon. A 100-as jelzésű FVV egyébként az MVK egyik legrégebbi járműve, amit nagyon szeretnek a miskolciak, hiszen az utazás, időutazás is egyben. A régi járművek nem véletlenül állnak forgalomba ismét, az MVK minden évben így ünnepli a villamos közlekedés elindulásának évfordulóját. A szerdai napon 127 éves lesz Miskolcon a villamos közlekedés. Ennek okán villamosjáratokat fogunk indítani, nosztalgia járművekkel. A közlekedés barátok, illetve a miskolci utazóközönség többször jelezte már, hogy jó lenne ezt a délutáni órákra időzíteni. Most ezt megtettük, tehát a szerdai délutánon fognak közlekedni a járműveink. Melyek egészen estig a pályán lesznek. Fontos, hogy a villamosokon érvényes bérlettel vagy menetjeggyel lehet utazni. A pontos menetrend az MVK honlapján elérhető.